beérkezik az ember Kerepesre, egy nyugodt Pest megyei kisváros életébe kap bepillantást. A főúton átlagos autóforgalom, éttermek, zöldségesek, rendezett házak az, ami fogadja a látogatót. Azonban, ha átmegyünk azon a bizonyos kis patakon a Gyár utcába, akkor egy egész más világba csöppenünk, egész más normákkal, egész más emberekkel. Lövöldözésbe fulladt egy óvodai ballagás Kerepesen, az ügyészség mégis úgy látja, hogy szabadlábon védekezhet mindenki. A Pest megyei kisvárosban korábban már szabaduló bulinak is vetett véget egy macsetés támadás, illetve drogdílerekre is bukkant már a rendőrség, most ismét a figyelem középpontjába került ez a város. Nem valamelyik harmadik világbeli országban, hanem Magyarországon vagyunk, Budapesttől mindössze fél órányi autóútra, és ilyen állapotok uralkodnak. Gyurica László, Kerepes polgármestere már többször hangot adott elégedetlenségének, miszerint mindössze két körzeti megbízott járna a településnek, azonban a belügyminisztérium ezt is csak néhány hónapig tudta biztosítani, így egyetlen rendőr az, aki az egész közbiztonságért felelős ebben a 10 000 fős városban. Ez mutatja a kormánynak a hozzáállását az egész kérdéshez, hiszen ez még a bűn üldözésre sem elegendő, nemhogy a bűn megelőzést egyáltalán tudná biztosítani. Nem jön? Ami az ő órát lőtték meg, akkor miért nem jön ki? És itt, amikor volt ez a ballagás, akkor átmentek oda a fia, meg a sógorai? Vagy hogy? Nem. Hanem hallottuk, hogy ott berekszenek udvaron belül, a nagyobb fiával, igen. És ugye szaladtunk össze a romák, ugye néztük, hogy mi is van ott valójában. Ittak és drogoztak? Igen, drogoztak, ittak és igen. Nagyon csúnyán be voltak állva. Én voltam a koronatúr, be voltunk a rendőrségre 3 sértettel, 2 sógorommal, meg a fiammal, és ugye hozták őket párta át. Féltem, hogy olyanok voltak ott a zombik. Csak nem tudjuk, hogy miért kették ki őket, és ezért fel vagyunk háborúzva. Hát azt elhiszem, az nem is. Minimum a előzetben 6 hónapot meg kellett, hogy kapják. Ha tanuljanak, hogy itt az emberek ne rettegjenek, akkor a gyerekek ne rettegjenek, előttük eljönni iskolába, mert nekem a kislányom rendesen retteg reggel eljönni. Kisgyerek is van, nem tudnak kijönni. 3 meg az 5 éves unokám, meg a lányomnak a gyerekei, 5 éves gyerek, 7 éves, 10 éves, a nagyobbik unokám, 12 éves, a kislányom, mama nem fognak kijönni lelőni minket, nem fognak kijönni ránk lőni. Az egy díler, aki ezt csinálta? Igen. És ezt a rendőrség nem tudja? Hát, hogyha maguk így tudják... Tudja a rendőrség, csak nem tesznek semmit, ennek érdekében, és nem tudjuk, hogy miért nem tesznek, pedig már többször több cigányt feljelentette őt. És oda ment akkor mindenki innen az utcából? Nem egyszerre, már így a lövöldözésre, ugye amikor elkezdtek lövöldözni, akkor már majdnem az összes roma igen kint volt. Volt ott, és aki pici babával volt kint. Hát az én két menyem, mind a kettő, ugye egyik 4 hónapos pici baba, másik 1 hónapos, mind a kettő kapuba ott álltak ki, szaladtak a kapunk fel, és lövöldöztek szaraszékon. Azt hittem, hogy az én kis nagymat 14 éveset meglépték, azért esett átra. Ez az igazság, hogy a saját fiával összeverekedtek családon belül, ugye meg akarta, én már ügyelem beszélek, meg akarták a fiának az élettársát, ő a vejemem a másik kisebbik fia, és mondta neki a gyerek, hogy adjunk neki egy pakkot, mert ugye ő a dealer, ő kárulnak. És mondta az apja, hogy adunk egy pakkot, hogyha kár van a feleségének. Én párom is 22 nap közmunkáért sajnos bent, mert nem dolgoztam 22 napban. Jövő csütörtökön szabadul, itt háborúban lesz. És ez egy drogárusítás, ez mióta megy itt? Ez már nagyon régóta megy olyan állít. Igen? Nagyon. Egyszer őket már vitt a tech-kommandó, rájuk van készült a tech-kommandó, történt, húztak nálunk, ablakot, ajtót, minden. Kisbombát adottak, minden. És akkor is kiengedték? Kiengedték őket, igen. Az ügyvéd kiosztályozott valami... Nem tudom, hogy hány hónapot volt, mert talán 3-4 hónapot, vagy 6 hónap, nem tudom, meddig volt, mert nem akarok azokni, mert nem számoltuk. Az ügyvéd kiosztott őket, amit pénzt akkor összegyűjtöttek, az mind arra a felesége. Az ügyvéd teljesen lehúzta őket, vagy 10-15 év, biztos volt, hogy majd kessük. És kijöttek, ma másnap megint árultak. És találkoztak azóta? Mióta ez történt? Látták őket? Mert akkor gondolom, itthon vannak. Igen, itthon vannak, láttuk őket. Most is, hogy jöttem el előttük, mert én hátul lakok, jöttem el előttük, most is ott voltak kint az autón. De kérdezem én magától, nem dolgozik egyik se. Nem dolgozik egyik se tudja azt, hogy mi az, hogy egy óra osztát, nem egy napot mondok, hogy egy óra osztát, vagy fél óra osztát ledolgoztak. Telepjáró az udvarba, BMW az udvarba,
aranyokkal tele, pénzzel tele, honnan? És ezt nem vizsgálja a rendőrség? Nem tudjuk, ez a bajod, nem tudunk sem. Hány rendőr van itt? Én egy nap fölhívom a rendőröket ezerszer, amikor látom, hogy jönnek a drogosok, meg mennek tőlük, videófelvételeink vannak, minden. Semmit nem csinál a rendőrség, semmit. Most láthatták önök is, hogy milyen állapotok uralkodnak Kerepesen a Gyár utcában, de láthatja mindezt a belügyminiszter és a belügyi államtitkár is. Hogyha ez a videó mégsem lenne elégséges ahhoz, hogy cselekedjenek, és végre ne egyetlen körzeti megbízottra igyekezzenek rálőcsölni az itt felbukkanó összes problémának a megoldását, akkor ezúton szeretném meghívni ide Pintér Sándor belügyminisztert és Kontrát Károly belügyi államtitkárt, hogy ők maguk is szagoljanak bele abba a levegőbe, ami itt tapasztalható, és ezt követően bízom benne, hogy megértik, hogy miről beszél a Mi Hazánk mozgalom akkor, amikor a közbiztonság megerősítését sürgeti.